A magyarországi sváb hagyományok elevenedtek meg Tamásiban a Turmizei Erzsébet rendezvénytéren, a Turmi Fesztiválon. Az elnevezés egy sváb ételt takar, amelyet rendszerint meg is kóstolnak a kilátogatók, hiszen a résztvevők közül többen is elkészítik a szaftos turmit ilyenkor. A több éves hagyományra visszatekintő rendezvényen a helyi fellépők mellett a környékbeli településekről is érkeztek hagyományőrző csoportok, mondta el Tamási Város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke Huthár Magdolna. Mivel a városban van nemzetiségi oktatás az óvodába és az iskolába is, először őket hívtuk meg, és ők készültek erre a műsorra. Aztán volt egy nemzetiségi kórusunk, és van is egy asszonykórusunk, ők is egyértelműen ugye résztvevőik. És aztán a környékbeli sváb tánccsoportot, énekart is felkerestük, és akkor így egy ilyen egész kerek kulturális műsort szerettünk volna, vagyis minden évben úgy igyekszünk, hogy szeretnénk bemutatni azt a sváb hagyományt, amiben még én talán részesültem, de a mai generáció, meg a gyerekeink, meg a mai emberek nem, és úgy veszem észre, hogy ez az érték, ez a nemzetiségi kultúra, ez egyre nagyobb értéke lesz a mai életben, és így látjuk a nézőközönségből, évről évre, meg az érdeklődőkből is, hogy hála Isten, hogy egyre többen lesznek. Tamásiban már a legkisebbeknek is lehetősége van a német nyelvvel való ismerkedésre. A sváb hagyományok elsajátítására hangsúlyozta a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Nem csak azok választják, akik német nemzetiségűek, hanem ez egy ilyen, tehát közkedvet, ugye, ezért táncolnak, német nyelvet tanulnak, és ez egy lehetőség a gyerekeknek. A fesztiválon sokan öltötték magukra a hagyományos sváb viseletet. Mint bármelyik nemzetiségnél, a sváboknál is az ember életkorára, társadalmi helyzetére utalnak a színek. Viseleteikben jellemző volt a rózsaszín és a kék szín, noha a mennyasszonyi ruha annak idején fekete volt, mesélte Guthel Istvánné. Azelőtt a rózsaszín, a pirosat is hordták, az enyém, mivel idősebb vagyok, zöld, sötétebb ruhát hordták. Volt egy szoknya, ami a péntöket beborította. Jobban állt a felső szoknya rajta. De most mi azt már nem hordjuk, hanem csak a felső szoknyát hordjuk, igen. És ezeket le kell rakni, ezeket a péntőket. Én, mint mai alkalomra, vagy a Schwabalba, vagy akárhova megyek, én mindig lerakom, kivasalom a kötényt, az inget, kimosom, kivasalom, mindig elkészítek mindent. A hagyományos sváb étel a tungi, mely disznóvágások alkalmával mindig az asztalra kerül disznóhúsból és belsőségekből készül, tudtuk meg. Az nem úgy készül, mint a pörkölt. A tungi húst össze kell vágni apróbra, mint a pörköltöt, és föl kell tenni akkor a lábosba, úgy, ahogy meg most az ember, nem egy kis vizet, sem rá semmi, abba el kell fölni a víznek, ami van rajta. És mikor elkezd csisteregni, mikor csistereg, akkor nagyon aprón össze van vágva vörös hagyma, akkor az rákerül. Akkor avval kell sütni egy kicsit, utána jön a paprika, a bors, és úgy lesz fölöntve. És hogyha puha a hús, akkor lesz berántva. És ecet kerül rá. A rendezvényen gondoltak a legkisebbekre is, akiket egy népviseletbe öltöztetett szamár és hagyományos játszópark várt a téren, ahol láthatóan igen jól szórakoztak a gyerekek is. A Tamási Műveledési Központban megtekinthető volt egy kiállítás, amely már a fesztivál előtti napokban várta az arra járókat. A Gerezslakról érkezett tárlat babákon mutatta be a hagyományos sváb viseletet, de a régi falvédők is fellelhetőek voltak a kiállításon, mondta el Pelc Rita. A célunk vele, hogy egy kicsit a kultúránkat megismertessük, illetve továbbadjuk. Számos iskolai csoport is ellátogatott már ide, mert önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megismerjék, és amennyire lehet ápolják a hagyományokat és a sváb kultúrát. Tamási Város német nemzetiségi önkormányzata fontosnak tartja a közösségépítést, a sváb hagyományok életben tartását, erre pedig kitűnő alkalom a Tungi Fesztivál, ahol az ételek megkóstolása mellett a népviselettel, a táncokkal is ismerkedhetnek az érdeklődők.